Frontálisan ütközött két személyautó péntek délután Nagytája és Andornaktája között. Az egyik autó nagy sebességgel haladt Andornaktája felé, a nedves úton a kanyarban kisodródott és neki ütközött a szembejövőnek. A kisodródott autó egyik utasa és sofőrje elhunyt. Kedden kora reggel történt a másik halálos baleset. A 25-ös főúton Kerecsend és Eger között egy személyautó sofőrje ismeretlen okból lehajtott az útról, majd az árokban felborult. A kiérkező tűzoltók láncfűrésszel tisztították meg a helyszínt, hogy a sérültekhez hozzáférjenek. A mentősök hosszú ideig küzdöttek a járművezető életéért, de sajnos az idős férfit nem sikerült megmenteni. Az utas könnyebb sérüléseket szenvedett.